És még amit látok a, a képernyőn, az az, hogy 2024. február 1 -e az lesz az a nap, amikor a profituplázó formula elindul. Ez egy olyan hétlépéses, teljes körű vállalkozás fejlesztő rendszer, amit a 21. századi vállalkozó számára készítettünk, vagy készítettünk, és ez, ez, a, ez a mi célunk, hogy, hogy ebből ennek a, a módszertanával tudtok átültetni és profitot duplázni a jövő évben, és aztán utána a következő években. Így van, és ennek hétfő olyan láncszeme van, úgy kezeled el, mint egy hajónak a horgonyláncát. Ugye most én nem látjátok a Bence a focit szerető foci példákat, azért haj... velem hajózni fogtok most. Szóval a hajólánc is a leggyengébb szemnél szakad el. Mi hét olyan pillért, hét fejlesztési területet határoztunk meg, amelyel egyértelműen a cégnek a folyamatait és a beteg részeit meg tudott keresni és meg tud gyógyítani. Tehát ez egy rendszer. Úgy fogalmazott az egyik mastermind tagunk, hogy az, az egyik legnagyobb értéke, hogy sokan tartanak, nem tudom én, egy tréninget Facebook marketingből, tartanak esetleg valami mást, egy-egy ilyen kipikelt, tehát ilyen ki, ki, ki vet, kiragadott kis témákban, de egységében nem kezeli a vállalkozást. Ahogy az embert is egységében kell kezelni az orvosnak, nem csak azt mondja, hogy éppen fáj a könyöke, hanem az összefügg egy csomó minden dologgal, az kivetítődés lehet a szívtől elkezdve csomó mindenre. Tehát mi az egész vállalkozással foglalkozunk. Ez a legnagyobb értéke ennek a profit duplázónak, vagy dupla profit szisztémának, hogy nem, nem kiragadottan egy dolog, Dolgot, mert ha belegondolsz, hiába van az, hogy mondjuk egy terület, például a, a nevezzük úgy a, a erősséget, mondjuk, hogy tele vagy megrendelésekkel, sorbálnak, de nem jól működik a termelés, nem jól működik a pénzügy, és egy csomó minden, tehát nem tudod kompenzálni az egyikkel túlzásba véve, a másik gyengeségét, is. ez az, amit a legtöbben nem tudnak. Ezért mindig egy-egy dolgot fölkapnak, egy tréningre elmennek, vagy egy könyvet elolvasnak, és akkor valamelyik foglalkoznak, de így fogalmaz az egyik mastermind tagunk tegnap, ö, mi van ma? Azt hiszem szerda van ma? Nem, ma kedv van. Tehát hétfőn az a tegnap este a mastermindban, hogy az a legnagyobb értéke a, a mastermindunknak és a du, profit duplázó, vagy dupla profit szisztémának, hogy, hogy egységben kezeli az egész céget, nem lehet külön választani dolgokat, és ennek van hét ilyen eleme, Úgyhogy igazából az a kérdésünk feléd, és az az ajánlatunk is egyben, amit itt mindjárt látsz, hogy, hogy melyik utat választott. Tehát a, a, bal oldalt, amit látsz, egy sikeres vállalkozás. És azt látnod kell, és a mastermind látom én is, hogy függetlenül a gazdasági helyzettől nagyon sok cég sikeres tud lenni. Egyszerűen van olyan Mastermind tagunk, amik olyan rekord évet kompenzálva az inflációval, tehát nem az infláció miatt, rekord évet zár, amit nem is tervezett, hogy ennyit el fog élni. Ugyanakkor meg nyilván a vállalkozók többsége ott ül a, a, az asztalánál, és, és azt nem tudja, hogyan fogja kifizetni a számláit, és egyébként hogyan fogja a jövőre majd kifizetni egy, az adó befizetendő adóját, plusz az adó előlegét, amit majd ki fognak vetni rá. Tehát el kell döntened, hogy a, a profit orientált irányba mész, és ez nagyon nehéz Magyarországon, mert ilyen álszerénység van nagyon sokkal, Ha profitról beszélünk, akkor sokan azt hiszik, hogy ilyen, ilyen kapzsi, ilyen dagobert, nem, vagy nem tudom, hogy ez a rajzfilmben hogy a úszol a pénz, meg egyebek, és neked csak a pénz, meg a profit számít, de ez fordítva igaz. Ha nem számít a, a profit, akkor, akkor a legnagyobb szeretettel lehetsz a munkatársa ügyfeleid, de a közben csődbe mentek, mind utcára kerül. Tehát nem, nem lehet álszentnek lennünk. Igenis, az egésznek a, a, vérkeringése, az él, a profitról szól. Ha a számok nem stimmelnek, bármit csinálsz. Lehet a világ legrendesebb embere, a legjobb Facebook marketingese, a végén csődbe mész, csődbe mentél, vagy nem termeled meg azt a pénzt, amivel meg tudod tartani a munkaerőt, vagy nem tudsz fejlődni ezáltal, nem tudod megtermelni az új eszközöket, nem tudsz előfizetni egy, egy újabb KI-ra, egy újabb mesés intelligenciára, ami szükséges lenne a tevékenységet, ez bármi egyéb. Tehát ezért fontos az, hogy, hogy tanuld meg ezt a rendszert, és bátra mondhatjuk, garantálhatjuk, minden cégben működik. Minden cégben működik a profit duplázó szisztéma. Beletettük az összes tudásunkat, és nem csak a tudás, mert tudás az egy száraz elméleti dolog is lehetne. A tapasztalatunkat, ami több száz év, és gondoltam, hogy nem vagyunk együtt több száz évesek, sőt, még száz évesek se, hogyan lehet ez? Most úgy lehetséges, hogy a mastermindokon keresztül a Bencének a tanítás, a mentorálás, ő főleg személyes mentorálás csinál Több száz év tapasztalat gyűjt össze más cégekből. Ezt tettük bele. Nem csak amit tanultunk valahol, nyilván azt is tanultuk, Bob Proctortól kezdve csomó embertől tanultunk, főleg uh, uh, meg Maxwell John Maxwelltől például vezetést, egyszerűen gondolkodási mindsetet, Nikolas B. Enkelmantól, aki már nem is ismert, sajnos rajtunk keresztül ezt is meg fogod tudni, és ezt a tudást. Tehát muszáj, hogy, hogy, hogy érez, hogy előre kell lépni. És ennek nyilván egy, egy, nagy bevezető rendezvényét tervezzük, és ez az egyik lényeges információ mai nap, és egy, mindjárt elmondom, hogy, hogy hogyan tudsz ezt hozzájutni, hogy itt lesz bemutatva a könyv is. Itt lesz bemutatva négy vagy öt olyan előadás formájában az egész szisztéma, amit hazamész, és el tudsz kezdeni csinálni. De ha többet szeretnél, akkor kaphatsz hozzá segítséget. Ha még többet szeretnél, akkor csatlakozz egy mastermindhoz, de oda most még nem menjünk. Oda menjünk, hogy meg kell értened, is. azt Tudod, a, a, kioszaki könyvnek az egyik legnagyobb értéke nem az volt az a tök egyszerű dolog, ami a cashflow négyszög. Hanem az volt a legnagyobb értéke, hogy amikor elvégezt, elolvastad a könyvet, akkor nem tudtál visszaesni a régi rossz gondolkodásba. Na, ilyen lesz ez a webinárium, vagy ez a, ez a, személyes találkozó, ami a Lurdi-ban lesz, és előrejelzem, nem lehet távolról nézni, vagy nem lehet felvételből megnézni. Vagy részese vagy a sikerednek, vagy nézője. Ha nézője, akkor nézé filmeket. Akkor sem értem. Legyél ott. Ott tudod az energiát magadba tölteni. De